Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dinami Design YouTube csatornán, a meglepetés horgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. Hát a mai videó a szezonális cukiság, de egy kicsit megkésett. Ma tünde virágát fogjuk elkészíteni, aki követi engem Youtube-on, vagy Facebookon, vagy Instagramon, azt tudja, hogy tavasszal tünde a tavasztündérkét forgoltunk. horgoltunk, és tudom, hogy már átlógtunk a nyárba, de mindenféleképpen szerettem volna ezt a szettet befejezni, és teljesíteni. Tündét, a tavasztündérkét itt látjátok a képen, őnek a mintája teljesen ingyenesen elérhető itt a csatornán. És a szettünkhöz készült még tündepárnája is, amit nálam üzenetben tudtok megvásárolni. Ma el fogjuk készíteni tündevirágát, ami a dinami virágok alapra épül, majd mindjárt mondom az egyéb kiegészítéseket. És szeretném nektek bemutatni a tavaszi tündérlakot aki még ugyan nincs teljesen kész, de szerettem volna feltétlenül nektek megmutatni, mert azt gondolom, hogy ők így négyen igazán csodálatos kombót alkotnak, és igazán gyönyörű díszei lehetnek a lakásotoknak ahogy elkészül majd a tavaszi tündérlak minta, ő is elérhető lesz, ami még érkezik hozzá, az egy kiegészítő, amit még nem árulok el, hogy micsoda, illetve a tetőn fogok még dolgozni, csak sajnos elkevertem valóban a sötét lila úgyhogy szerintem el kell mennem venni egy gombolyagot, mert még van egy nagyon tuti ötletem itt a... A tetővel kapcsolatban, amit mindenféleképpen szeretnék veletek megosztani. Úgyhogy amikor elkészülök, akkor a tavaszi tündérlak minta is megvásárolható lesz nálam. Igyekszem velem nagyon sietni, mert tudom, hogy most már a nyári tündérlakot kellene horgolnunk. De annak is eljön az ideje, mielőtt belevágunk a mai videóba. Szeretnélek benneteket informálni egy pár futó akcióról. A nyári mintáim közül egy pár akciósan érhető el június hónapban. Ilyen például Sisek a Sirály aki 1190 forintért elérhető, és egyébként sisek mellé tökéletes kiegészítés az itt a csatornán elérhető világító torony minta. Ugye, hogy milyen szép? Ingyenesen meg tudod horgolni innen a Dinami Design YouTube csatornáról. És a tavalyi hatalmas nagy szerelmem, nem csak az enyém, a gyerekeimé is, az a béka család. A békacsalád mintája, így a három figura a kiegészítőkkel együtt 1990 forint, most június hónapban. A békacsaládban az a különleges, hogy a ruháikat tudod cserélni, tehát mindegyik ruhát levehetőre készítettem el, meg tudod őket horgolni különböző színekből, vagy akár különböző fazonokkal is kísérletezhetsz. És mielőtt még rátérnénk a mai videóra, szeretnék valamit beharangozni. Idén is lesz nyári meglepetéshorgolás. Az idei nyári meglepetéshorgolás, az a meglepetéshorgolás nyári kaland VIP-hez csatlakozik majd. Tulajdonképpen annak egy kiegészítő mintája lesz majd, amit itt a Youtube-on ingyenesen fogunk elkészíteni, mármint a kiegészítő mintát. A meglepetésorgalás nyári kaland vip re a csomagok már elfogytak, de a mintacsomagra még tudsz jelentkezni, hogyha szeretnél. És ugye az ingyenes nyári meglepetés horkolás, azaz a kiegészítő minta, mikor érkezik ide a YouTube csatornámra, azzal kapcsolatban hamarosan érkezek egy Facebook eseménnyel, úgyhogy feltétlenül kövessél be Facebookon. Ha pedig szeretné támogatni az ilyen és ehhez hasonló ingyenes videóimat, akkor a leírásboxban szereplő módon ezt megteheted, Na és akkor térjünk rá a mai videóra. Ma tehát tündevirágát fogjuk elkészíteni, ami, amit, mint említettem, a dinami virág ö, alapra épül. Az azt jelenti, hogy itt a gumó részét és a szárát meghorgoljuk a margaréta minta alapján, és onnan ezt a fölső buci részt fogjuk együtt elkészíteni. Egyébként a bucin szereplő virágok, a tünde, a tavasztündérke videóban leírt minta alapján készültek, úgyhogy elkészítheted az alapján, de egyébként, hogyha szeretnéd, más virágokat is tehetsz rá, vagy ha van valami más ötleted, egész nyugodtan mutasd meg nekem, nagyon kíváncsi vagyok, szerintem ez egy tipikusan olyan minta, ami nagyon sokféleképpen variálható, de szinte garantált a siker. Szerintem gyönyörű dísze ez egy íróasztalnak, vagy egy éjjeli szekrénykének, a színeket pedig úgy variálod, ahogy az neked tetszik. Én a színekkel kapcsolatban szerettem volna egy egységes szettet alkotni, tünde a tavasz tündérke köri, ezért én ugyanazokat a színeket használtam föl, és nem bántam meg, mert csodálatosan mutas, mutat az egészet együtt, ezt majd hamarosan meg fogom nektek mutatni. Most pedig megmutatom, hogy mire lesz ma szükségünk, és álljunk neki, horgoljuk meg tünde virágát. Tehát, amire a virágos dísz elkészítéséhez szükségünk lesz, azok az alapvető tünde tavasz tündérke színek, hát legalábbis én ugye így gondolkodom most szedben, úgyhogy én ugyanazokat a színeket fogom használni, sötét lila, világos lila, sárga és zöld, és most ugye a föld gumóhoz fogom használni a barna szint, mindegyik fonal katánia, 50 g per 125 méteres, a hozzávaló horgoló tű két és fél milliméteres, és kell még nekünk egy hegyes olló. Ezen kívül a gumónak az alját, mint ahogy a margarétás videóban is látod, én rizsel tömöm ki. Ez azért van, hogy jobban megálljon a cserébe, jobban beleszoruljon a cserébe, stabilabban álljon, ne bukjon ki a cseréből, úgyhogy ezt is megteheted egész nyugodtan. És hát, hogyha szeretnéd, akkor tömőanyag helyett a kis kerek résznél fönt, ott pedig használhatsz nikecel e, golyót, ahogy neked jobban tetszik. Na, és akkor álljunk is neki. Tehát a 34. sorig elkészítettem a Margaréta videó alapján az alapomat, és most fogjuk együtt meghorgolni a fejecskéjét. Én innen alulról most már kiveszem a szemjelzőt, ide többet nem lesz már rá szükségünk, legalábbis úgy gondolom, és el fogjuk kezdeni itt horgolni a tetejét, de én most szint fogok váltani, hogy az utolsó szemből kihúzom a szálat, és itt most már a lilát fogom keresztül húzni. Keresztül húzom a lila színemet. Hogy kicsúszom. és a 35. sorban a szemeknek a hozzánk közelebbeső felébe fogunk szaporításokat horgolni, jó, ez fontos, hogy a szemeknek a hozzánk közelebb eső felébe kerüljenek ezek a szemek, mert akkor fognak azonnal a szártól elkülönítően kifelé gömbölyödni ezek a sorok, És ha meg vagyunk a 12 szemmel, akkor én most behelyezem a szemjelzőmet, és haladunk tovább. A következő sorban már a szemeknek a teljes terjedelmébe fogunk horgolni egy darab egy pálcás és majd a következő szembe egy szaporítást. És ezt a mintát megismételjük még ötször. Jó, és akkor én most el fogom várni a zöld fonalamat. Nem lesz már rá szükségem. És akkor betűröm a, ide a szárba a lila és a zöld fonal végződésemet, hogy ne idegesítsenek ezek engem itt halálra a horgolás folyamatán, és akkor utána folytatjuk is tovább. Jó, és a következő sorban pedig fogunk horgolni kettő darab egypálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. Jó, és most meg vagyunk a 24 szemmel. A következő sorban fogunk horgolni három darab egypálcás öltést a negyedik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk forgolni négy darab egy öltést, három, négy, és az ötödik szemet pedig szaporítani fogom és ezt a mintát megismétlem még ötször. Jó, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most fogunk horgolni 7 sor 36-ost. Egyébként, most, hogy így belemágok a 36-os sorokba, lehet a szárat is egész nyugodtan hosszabbra horgolni vagy lehet a gömböt is kisebbre, vagy nagyobbra horgolni. Tehát ebből egész csodálatos szettet lehet készíteni, icipici változtatásokkal. Ha a gömböt egy kicsit kisebbre horgolod, akkor kisebb virágokat teszel rá, nagyobbra horgolod, nagyobb virágokat teszel rá, az ennyiben ugye kicsi és nagy virágok is lesznek, aztán lehet úgy, hogy nem gömböt horgolsz, hanem majd karácsony előtt fogunk ilyet készíteni egyébként, hanem egy ilyen kis fenyőfát fogunk belehorgolni és akkor azt fogjuk szépen kidíszíteni. Úgyhogy ezt kismillióféleképpen lehet variálni, ez ismét egy alapminta, amivel mindenki úgy gazdálkodik, ahogy szeretne, ez egy alap ötlet, ezt használjátok nyugodtan, szeretettel, akárhol, akármikor, és hálásan megköszönöm, hogyha beteggeltek engem, vagy megosztjátok ezt az ingyenes videót, hogy más ember is tudjon innen inspirálódni, hogyha megvagyunk a 7 sor 36-ossal, akkor most el fogjuk kezdeni bezárni, itt a tetejét fogunk horgolni, 4 darab egy pálcás öltést, 2, 3, 4, és úgy látszik, hogy elkezdődött a nyári izzadókezek szindróma, mert nem csúszik már a fonalam, az ötödik és a hatodik szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még ötször. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni három darab egypálcás ötést. A negyedik és az ötödik szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még, még ötször. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni kettő darab egypálcás öltést, A harmadik és a negyedik szemet pedig fogyasztani fogom és ezt a mintát megismétlem még ötször. Jó, a következő sorban fogok horgolni egy darab egy pálcás öltést, majd a következő kettő szemet fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még ötször. Jó, és amikor idáig megvagyunk, akkor tömjük ki. Arra figyeljünk oda. Nem baj, hogyha ez nem lesz itt olyan nagyon-nagyon nagy ez a gumó, mert hogy arra rá kell számolnunk, hogy a virágok, amikor rájönnek, az még jócskán növel majd a méretén. próbáld meg lehetőleg minél keményebbre tömni, méghozzá azért, hogy amikor majd ráteszed a virágokat, hogy akkor azok szépen rá tudjanak feküdni, hogy ne legyen az, hogy ilyen teljesen alakvesztett, lesz, tehát ez akkor fog szépen mutatni, hogyha az alap egy nyilván körülbelüli. Ha viszont tettél bele niket a golyót, akkor azért lehet teljesen szép kört formálni. Ezen majd még egyengetek. Ide fölőre dugok még be tömőanyagot, mert ide kell. És aztán ezután már csak egyetlenes egy sorunk lesz hátra, amikor bezárjuk az egészet. Tényleg! Ezen az utolsó sor, amiben szépen bezárjuk itt. a Végét hat darab fogyasztó át mondjuk. Jó lett volna, hogyha nincs megtekeredve. Tehát 6 darab fogyasztást fogunk horgolni. Jó, és ha megvagyunk, akkor akkor a véget hagyva, amivel majd be fogjuk tudni zárni az utolsó sorunkat, elvágjuk a fonalat, és akkor most meg lehet egy picit göngyölgetni, jobbra, balra, előre, hátra, alulról, fölülre, hogy igazi szép kör alakja legyen, és most pedig el fogjuk rá készíteni a kis virágokat, teljesen ugyanúgy, ahogy a a tavasz tündérke videóban tettük, hogy mennyi fér rá, hát az szerintem mindenkinek attól függ, hogy maga a virág mérete mekkora, illetve, hogy összességében mekkora labdát horgoltál, amit szeretnél majd végig befedni virágokkal, szerintem akkor az igazán szép, ha teljesen be van fedve virágokkal, de ez mindenkinek a maga ízlése. Akár teheted úgy is, hogy ilyen spirál formában lefelé teszed rá a virágokat, ahogy szeretnéd, vagy csak így keresztbe teszel rá egy csikot, igazából tényleg rajtad múlik. Jó? Na, akkor jöjjenek a virágok! És meg vagyunk, elkészültünk a mi csodálatos kis virágunkkal. Nem bántam meg, hogy végül a ragasztás mellett döntöttem, mert így nagyon szép egyenletesen el tudtam oszlatni a virágokat. Az egy pár helyen lehet látni, kicsit térben kiemelődik néhány csicsek, de szerintem ez csak még különlegesebbé teszi. Viszont sokat segítettem magamnak <laughs> a felvarás tekintetében, mert azért ezt elég nehéz lett volna Fölvarni szépen, így egységesen, hogy mindegyik a helyén maradjon. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem horgoltatok. Remélem, hogy ti is hatalmas nagy szeretettel készítitek el majd tünde virágát, És hogyha elkészíted esetleg más formában is, nagyobb alapra, kisebb alapra egyéb virágokat fogsz rá felvarni, akkor feltétlenül mutassad azt meg nekem. Nagyon-nagyon szeretem látni a különböző kreatív alkotásaitokat. Köszönöm, hogy velem voltatok. Hatalmas nagy szeretettel várlak benneteket a következő dinami videóban is. Addig is osszátok meg velem, hogy mit szeretnétek horgolni, mutassátok meg nekem az összes többi horgolmányotokat, és várlak benneteket szeretettel a következő videóban. Sziasztok!